Június 20-án kezdi a felkészülést az új idényre a Nyíregyháza Spartacus, és a klub vezetése azt szeretné, ha az első edzésre már teljes lenne a játékos keret. Szerdán 4 távozó és 2 érkező futballista neve került nyilvánosságra. Lejárt a szerződés a Csillós Ádámnak és az Amosni Balázsnak, úgyhogy tőlük elköszönt a klub, és ezúton is köszönjük azt, amit a Spariért tettek, és a szerződést fogunk bontani Csörgő Raullal és Nemes Milánnal, és ugye a Feckó Tamás vezetőedző el fogja mondani szakmailag kicsit mélyebben azt, hogy hogy is szeretnénk a keretet kialakítani. Ennek fényében a támadó szekciót mindenféleképpen meg szeretnénk erősíteni. Az biztos, hogy Adamcsek Máté csatlakozik a csapathoz, ugye Pécsben futballozott, korábban a Ferencváros utánpótlásában nevelkedett, valamint biztosan csatlakozik már július 1-től hozzánk Szerető Krisztófer. Adamcsek Máté 2 éves szerződést írt alá, a Szerető Krisztófer pedig 1+1-es szerződése lép életbe július 1-től. Feszkó Tamás vezetőedző elmondta, mivel az előző szezonban 15 mérkőzésen nem sikerült gólt szerezniük, legfontosabbnak a támadósor megerősítését tartották. Adamcsek Mátéről azt kell tudni, hogy a fiatal kora ellenére az elmúlt 2 évben a legstabilabb center pozícióban, a legstabilabban szerezte a gólokat, hiszen 10 és 9 gólt szerzett, úgyhogy a Pécs csapatában azért vetésforgóba játszottak az előlévők. Nagyon fontos volt az ő személye, hiszen lejárt szerződésű labdarúgóról beszélünk, akit azért rajtunk kívül még 5-6 csapat keresett meg, és az a jövőkép, amit a klubvezetés felvázolt, az volt az, ami döntött, hogy minket választott. Szerető Krisztóferről pedig azt kell tudni, hogy a korosztályunk az egyik legtehetségesebb játékosa volt az utánpótlás korosztályválogatottban, hiszen nem véletlenül került ki Angliába, és nem véletlenül került utána haza a Ferencvároshoz, hiszen ott is láttak benne fantáziát. Vasárnap a Spari második csapata az NB3-ba jutásért vívott osztályozó első meccsén hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Majos IS-ével. Huszák Géza edző júliustól szakmai igazgatóként felügyeli majd a klubnál zajló munkát. Jelen pillanatban még a tartalék csapatot próbáljuk NB3-ba vezetni. A gondolataim, meg a stábnak is a gondolatai jelen pillanatban még azon vannak, hogy tudjuk hétvégén ezt a bonyhádi csapatot Kétvárra fektetni. Csak azért egy pár mondatot elmondanék, hogy nem olyan egyszerű a helyzetünk. Olyan szabálymódosítás volt a bajnokság vége után, ami velünket hátrányosan érintett, illetve többször már a médiában elmondtam, hogy rengeteg sérültünk van ettől függetlenül, és majd átvezetem a gondolataimat a jövőre. Nagyon-nagyon jó érzés volt ennyi néző előtt játszani ezeknek a fiatal játékosoknak, és talán az a jövőkép, amit itt az egyesület vezetése felvázolt már többször, talán ez az első lépcsője is lehetne, hogy ennyi néző, ennyi fiatal szülő, feleség, gyerek kilátogatott a mérkőzésre, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon izgalmas, jó mérkőzést játszottunk. Az osztályozó visszavágóját vasárnap játsszák Bonyhádon. A jövő héten családi napot szervez a Nyíregyháza Spartacus, szerdán 16 órától az örökösföldi pályán várják a Spari szurkolóit.